felhívással fordult a lakossághoz a Fehérvíz ZRT. A közleményben úgy fogalmaznak, hogy a cég a nyári csúcsidőszakban is kiemelt figyelmet fordít a biztonságos ivóvízellátásra. Ugyanakkor kérik a lakosság együttműködését abban, hogy csak a fogyasztási csúcsidőszakon kívül locsolják a kerteket, mossanak autót és töltsék fel a medencéket. Illetve ebben a csúcsidőszakban is a hétvégén is mellőzzék az autómosást és a házi úszómedencék feltöltését. Szintén kéri a szolgáltató, hogy ne locsolják az utakat, a járdákat és a térkövezett felületeket. A felhívásban kiemelték, hogy a tartósan meleg és száraz időszakokban létfontosságú a zavartalan ivóvízellátás. Ennek biztosítása érdekében a Fehérvíz ZRT fokozott együttműködésre szeretné ösztönözni a lakosságot a nyár hátralévő részében. A szolgáltató ezúton is köszöni a fogyasztók türelmét, megértését és segítő együttműködését. Hogy meddig fokozható a nosztalgia, arra remek választ kaptak az autók és motorok szerelmesei szombaton. Hosszú kihagyás után újra megrendezte csillagtúráját a Pázmándi Veterán Autó Egyesület. A találkozó keretében Székesfehérvárra látogattak. A résztvevők között voltak itt fiatalok és örök fiatalok, friss jogosítványú ifjak, akik eddig a veterán autó hátsó ülésein utaztak, ma sofőrként vagy saját autóval érkeztek. Megállapíthatjuk, hogy ez a hobbi életforma, hiszen több veterán tulajdonos mindennél jobban megbecsüli a múltat, az autó évekig tartó szerelése, felújítása során, és egy összetartó családias közösséget alkotnak. Elég széles a paletta. Hát, 41 néhány járművel érkeztünk, egy kicsit kevesebben jöttek, mint amire váltunk, de hát ez köszönhető a nagyon nagy melegnek. Sokan az utolsó percekben mondták vissza, mert hogy nagyon meleg van is. Ő sem bírja, emberileg sem, meg az autók sem biztos, hogy kibírták volna nagyobb távcsalakba ezt a iszonyatos hőséget. Első alkalommal szervezték meg szombaton a Dinnyési Frissítő elnevezésű, a művészet különböző területeit bemutató egynapos családi programot. A szervezők az eseményt egybekötötték két országos gyöngyfűző és hímző szakkörös táborral, ezzel is szélesítve a művészeti palettát. A templomkertbe látogatók találkozhattak még nemeszkészítő, bőrműves vagy akár fafaragó, hangszerkészítő szakemberekkel is. A gyermekek sem unatkoztak, a délelőtt folyamán a Szabad Színház interaktív báb előadásában az aranyszőrű bárány történetét ismerhették meg a kicsik és nagyok. Ez egy első rendezvény, a táborosaink évek óta táboroznak, és szeretnénk közelebb hozni a laikusokhoz is ezt a tevékenységet, és természetesen ilyenkor mindent is meg lehet nézni, tehát amikor az előadás végződik, akkor újra elkezdenek alkotni a hímzők is, meg a gyöngyösök is, és őket is meg lehet tekinteni, de van itt hangszerkészítő, van itt csuhéműves, ékszerkészítő, nemezes, tehát mindenféle kézművességet, és főleg iparművészet felé hajló kézműveseket lehet itt találni. Sok ezer ember és intézmény volt jelen az EFOT harmadik napján is, ahol izgalmas programokon vehettek részt a kilátogatók. A tópart mellett található standok között a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai is megtalálhatóak voltak, akik az arra járóknak bemutatták munkásságukat, valamint szerették volna a fiatalokkal megismertetni tevékenységüket és az ellenőrzött minőségi termékek vásárlására is felhívni a figyelmet. De egy határátlépéskor lefoglalt, illegálisan szállított kiskutya is a NAV munkatársaival tartott, akit 4 hónaposan, azaz túl fiatal korban találtak meg akkori gazdájánál. Erre is szigorú szabályok vonatkoznak. Vele is szeretnék felhívni minden állattartó figyelmét, hogy külföldre utazáskor legyen a kis kedvencnek útlevele és rendelkezzen csippel, illetve a kötelező védőoltásokkal. Mindenképpen szerettük volna bemutatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának is a szakterületét, ugye ez a NAV-on belül a rendészeti szakterület, illetve egy picit bevezetni az érdeklődőket a hamisítás világába, úgyhogy amivel én itt készültem, a különböző csempésztrükkök, illetve a hamis termék bemutatása, azoknak a veszélyei, illetve hogy hol találkozunk ilyen termékekkel. Rendhagyó helyszínen a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum díszudvarán megkezdődött a Pákozdi Katonai Emlékpark és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezetének emlékparki nyár programsorozata. Az Adj Uram Isten derűsebb jövőt címmel megrendezett esten a Szent László városából Nagyváradról érkezett Meleg Vilmos és Molnár Júlia színművészek tolmácsolásában versekkel és dalokkal köszöntötték az ünnepet. Székesfehérvár és Nagyvárad ezzel szállal kötődik. Ezzel szállal kötődnek a civil szervezetek is, így a Honvédség és Társadalom Baráti Kör is nagyon sok nagyváradi kapcsolattal rendelkezik, és ezek közül kiemelkedik például Meleg Vilmossal való együttműködésünk, aki a Kárpát-medencei gyermekrajzpályán Nagyvárad eseményeit is szervezte, és Molnár Júlia is belépett az ottani eredmény hirdetésen.
sokszor találkoztunk már itt Fehérváron is, Pákozdon is, Nagyváradon is, és ez egy barátság. Ez már nem csak munkakapcsolat, ez egy őszinte, tiszta, nyílt barátság.